A Munkácsy járási Debrecenben tartotta tisztújító közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház. Az ige hirdetés szolgálatát Zán Fábián Sándor püspök végezte, a János evangéliumában található igerészek alapján. A püspök Jézus példáján keresztül szólt a lelkészekhez, gondnokokhoz, presbiterekhez, hitoktatókhoz. Fontos az, hogy mi érezzük, vegyük komolyan, hogy nekünk küldetésünk van, nem csak szerte széles világban, hanem itt. Unktól Máramarosig. Nekünk küldetésünk van itt, azokon a településeken, amelyek a mi származási helyeink. Nekünk küldetésünk van, ami otthonunk van, ahol gyerekeink, szeretteink vesznek bennünket körül. Bár tudjuk, hogy ezt a küldetést ott nehéz teljesíteni. De azt írja az ige, hogy bár Jézus maga prófétált arról, tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának a saját hazájában, mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt. Kedves testvéreim, mégis befogadták. Ahhoz, hogy valakit befogadhassanak, ehhez meg kell jelenni. Ehhez kell küldetéstudat, ehhez kell bátorság, ehhez egyszerűen jelen kell lenni. Jelen lenni teljes valunkkal, teljes minőségünkben, hittudatunkkal, reménységeinkkel, bizonyságtételeinkkel. Ahhoz, hogy befogadjanak, igen, jelen kell lennünk, bátran vállalva a küldetésünket. Ehhez kell újra és újra, hogy a küldetés tudatunkban megerősödjünk. És én szeretném a mai lévő testvéreket küldetés tudatukban erősíteni, biztatni bátorsággal, legyenek jelen, megélve hitüket a családban és a gyülekezetükben, a községükben. Nem véletlenül van az megírva, hogy várják az Isten fiainak a megjelenését. És ebben az a csoda, hogy valami mást várnak, mint amit bárki mástól várhatnának. Az Isten szolgáitól, választott tisztviselőitől. Igen, mind a 24 presbitertől, meg mind a 12-től, meg a 6-tól, és nem csak a gondoktól, és nem csak a lelkésztől, hanem mindenkitől. Várják, hogy közvetítsék az Isten igéjét, rendjét, törvényét és szeretetét. Az ige hirdetést követően Dávid Árpád, a Kárpátaljai Református Egyház Választási Bizottságának elnöke ismertette a gyülekezetekben lezajlott szavazások eredményeit. Ennek alapján az egyházkerület püspöki tisztét továbbra is Zán Fábián Sándor tölti be. A főgondnok Nagy Béla, a lelkészi főjegyző pedig Héder János maradt. A világi főjegyző posztját Petrus Inec Vladimir tölti be. A választott tisztségviselőket Héder János egyházkerületi főjegyző iktatta be. Most pedig szeretett testvéreim, bizonyságom annak, hogy azt a tisztséget, amelyre Isten akaratából elhívattatok, hűséggel és lelkiismeretesen készek vagytok betölteni, tegyetek esküt Isten és a gyülekezet színe előtt, kezeteket a szívetekre helyezve, a gyülekezet pedig állva legyen tanulmányfogadalmatételen. Mondjátok utána az eskü neveteket, hangosan megnevezett. Én János. Esküszöm az élő Istenre, aki Atya Fiú Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten,
hogy mint az egyház kerületünk törvényesen megválasztott tisztségviselője, hogy mint az egyház kerületünk törvényesen megválasztott tisztségviselője, az egyházi törvénykönyvben, az egyházi törvénykönyvben tisztemre tartozó kötelességeket, tisztemre tartozó kötelességeket híven és lelkiismeretesen vállalom. Híven és lelkiismeretesen vállalom. Anyaszentegyházunk hitelveit. Anyaszentegyházunk hitelveit. Törvényesen biztosított jogait. Törvényesen biztosított jogait. Szabadságát. Szabadságát. Alkotmányát. Alkotmányát. Erre elhívott társaimmal együtt. Erre elhívott társaimmal együtt. Fenntartani. Fenntartani. Védelmezni. Védelmezni. Fejleszteni. Fejleszteni. Teljes erőmmel és minden tehetségemmel. Teljes erőmmel és minden tehetségemmel. Igyekszem. Igyekszem. Szolgálatomban. Szolgálatomban. Egyedül egyházi főhatóságai utasításai. Egyedül egyházi főhatóságai utasításai. És rendeleteit fogadom el. És rendeleteit fogadom el. Az egyházkerületi közgyűlés határozatait. Az egyházkerületi közgyűlés határozatait. És a zsinat határozatait. És a zsinat határozatait. Megtartom és megtartatom. Megtartom és megtartatom. Az egyházi rend. Az egyházi rend. És fegyelem előírásait. És fegyelem előírásait. Tisztemben maradék nélkül érvényesítem. Tisztemben maradék nélkül érvényesítem. És azt önmagamra nézve kötelezőnek tartom. És azt önmagamra nézve kötelezőnek tartom. Isten dicsőségét. Isten dicsőségét. Egyházunk javát. Egyházunk javát. Szolgálni szent kötelességemnek ismerem. Szolgálni szent kötelességemnek ismerem. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Amen. Az eskütételt követően Zám Fábián Sándor püspök évértékelő beszédében kiemelte, 2018 a családok éve volt. Ennek megfelelően a Kárpátaljai Református Egyház sok programot szervezett a családoknak. Különböző programok keretében gondoskodott róluk, csak úgy, mint az elesettekről, rászorulókról. Különösen odafigyeltünk a tavalyi év kapcsán a családokra. Azokra a családokra, akikért nagyon hálásak voltunk. Akik előző években házasságot kötöttek és gyermekeket vállaltak. A 17-es esztendő az a reformáció gyermekeinek az éve volt a mi számunkra, mert mi így kívántuk megünnepelni az 500 éves jubileumot. A 2018-as esztendőben azoknak a családoknak és gyerekeknek az összegyűjtésére programokat szerveztünk, akiket 17-be kereszteltünk meg. És sok helyszínen, ahol most is köszönöm a gyülekezetek jó hozzáállását, összegyűltek azok a családok, azok a gyerekek, akiket 17-ben megkereszteltünk. És ezeket a gyermekeket fél évesen, már majdnem másfél évesen újra egy közösségbe gyűjtöttük, újra könyörögtünk érettük, újra kértük Isten áldását életükre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a református egyházunknak és a gyülekezeteknek ott lenni a családok mellett, a családok mögött támogatásunkkal és imádságunkkal. Az imádságnak sehol nem szabad elhalkulnia. A családokért tartott könyörgéseknek meg kell szaporodnia, és még több helyen és még több ízben kell imádkoznunk családokért és gyermekáldásért. A kis egyévesek még talán nem tudták, hogy mi is az a kis lapocska, amit kiküldtünk nekik, mert azt vállaltuk, hogy a reformáció gyermekeinek minden évben egy születésnapi képeslapot küldünk.
Sok ilyen képeslapot küldtünk ki, és sok gyereknek a képeslapja ott maradt egy kartondobozban. Hát, ha majd egyszer el fog jutni hozzájuk. A szolgálatunk, az egyházunk jelenléte a gyerekek irányában több területen jelent meg. Úgy, ahogy könyörögtünk értük, úgy, hogy áldást kértünk, úgy, hogy megpróbáltuk óvodában, több helyszínen, iskolákban, a hitoktatás révén elérni őket. A Testvér szeretnék program kértük, hogy jelenjen meg a hitoktatási tervben. Kértük, hogy legyen ott a konfirmandus heteken, hogy a gyerekek így is részeseivé váljanak, és egy akaraton legyen a testvéri közösség a gyarapodás és a megmaradás akaratán. Hálás vagyok azért, hogy a vakációs bibliahetek szervezését a munkatársak elvégezték, és több ezer gyerek vehetett részt a vakációs bibliahéten. Ez is egy szolgálat volt a gyerekek irányába. Nekik evangélium hirdetés. Őket közösségbe vontuk, őket egyházi környezetben, a templom és az iskola között közösségben, hívő közösségben kívántuk látni. A hitoktatásban több mint 8000 gyerek vett részt, ami nagyon sokszor nincs eléggé hangsúlyozva. A hitoktatók, akik az elmúlt időszakban, ha jól emlékszem, akkor 122-en teljesítettek teljes évben szolgálatot, és ez a szolgálat igenis Istennek tetsző szolgálat, Istentől rendelt szolgálat, amiben helyt álltak. Ezért úgy, ahogy a vakációs Biblia hétben aktívan résztvevő gyülekezeteket, munkatársakat köszönet illeti, úgy illeti köszönet a hitoktatókat is, akik sokszor a kis neveletlen, szótfogadatlan, minden mással foglalkozni kívánó gyerekeket megpróbálják az Úrhoz terelni, a bibliai történeteket úgy elmondani nekik, hogyha az élet megpróbáltatásaiban egyszer felemelik tekintetüket, akkor nekik eszükbe jusson az atyai ház, ahol várják őket, ahova haza lehet menni. A konfirmandusainkkal is foglalkoztak, törődtek a lelkipásztorok és a gyülekezetek. Ez is a családokért van. Azért, hogy a család megmaradjon a legtisztább evangéliumi hitnek és vallásnak a követésében. Mert sokszor mi azt mondjuk, hogy hát az a vallásosság az már szinte ártalmas is. Kedves testvéreim, az a vallásosság az én számomra is egy medret jelentett, amiben az életem egy napon oda került a Krisztus keresztje elé, és Jézus megkönnyörült rajtam, és én hívő emberré lettem. És lehet, hogy sokszor valaki úgy gondolja, hogy ezek a külsőségek nem is olyan fontosak. Dehogy nem. Rendnek kell lenni. És abban a rendben meg fog jelenni halk és szelíd szóval az Isten igéje. Egyszerű lelkész, hitoktató, bizonyságtévő, öreg bácsika, vagy épp fiatal gyereknek a hangján. És akit az Úr elrendelt és kiválasztott, azok hallani fogják, azok a szóban hinni fognak, azok az Istenre úgy tekintenek el, mint mennyei atyukra, megváltójukra, megszentelőjükre. Kedves testvéreim, az egyházunk tevékenysége nem csak az iskolai időszakban, hanem a nyári időszakban is jelentős volt. Mert közel 2000 fiatal konfirmandus vehetett részt nyári táborokban. Ráton, Ung megyében, Máramaros, Ugacsa megyében, Aklihegyen, és a Balazséri központ felújítása miatt most Nagyberegen voltak a Beregi Egyház megye fiataljai. Ezeket a helyszíneket megőrizte és megáldotta az Isten. És nagyon sokszor ugye a hétköznapok forgatagában mi csak elfutunk, elszaladunk egy-egy ilyen esemény mögött, vagy fölött. De most, amikor néhány nappal ezelőtt a Rádai Kollégium
tüzesetéről olvashattunk egy reggel, és arról, hogy sajnos egy életet is követelt el ez a tüzeset, akkor mélyen meghajtom fejemet és köszönöm meg a mindenható Istennek, hogy éveken, évtizedeken keresztül megőrizte a konfirmandusainkat. Olyan körülmények között, amelyeket akkor tudtunk biztosítani, és megőrizte az elmúlt esztendőben is. És nem csak, hogy megőrizte őket, hanem nagyon sok fiatal hallhatta az igét, és nyerhetett áldást. Hálásak vagyunk azért, hogy ezeket a heteket külföldi támogatóink az elmúlt évben is támogatták, biztosították azt a részt, az anyagi forrásnak azt a részét, amit a gyülekezetek és a családok nem tudnak biztosítani. Kedves testvéreim, nagyon fontos az a munka, amit az oktatásban, a gimnáziumokban, a felsőfok oktatásban végeznek azok a gyülekezetek, amelyeknek a kebelén ilyen intézmények, vagy szomszédságában ilyen intézmények vannak, Ungvár és Beregszász. Az egyetemi gyülekezetek gondozása kiemelt feladata a mi református közösségünknek. Ezért ezen a helyen is megköszönöm ezt a szolgálatot, ezt a munkát, és az egész közösségünket arra szeretném kérni, hogy imádkozzanak azokért a fiatalokért, akik felsőfokú oktatási intézményekben tanulnak, hogy a tudományukkal még inkább elmélyüljön a hitük, és még inkább hűségeseknek bizonyuljanak az Isten szolgálatában. Legyen ez ebben az évben ima témája a mi népünknek. Imádkozzunk a felnövekvő nemzedékért, imádkozzunk a felsőfokú intézményekben tanulókért, hogy ők építsék az Isten országát közöttünk. Kedves testvéreim, hála van a szívemben a családok szolgálata témakörben azért, hogy nagyon sok olyan tematikájú előadás, igehirdetés, bizonyságtétel hangzik el, ami arra törekszik, hogy megelőzzük a bajt. Amikor beszélnek a gyerekeknek arról, hogy jó lenne abszolút nem hozzányúlni az alkoholhoz. Nagyon jó lenne abszolút nem hozzányúlni a droghoz. Jó lenne egy pici időre sem elfordítani a tekinteteteket az Istenről. Ez is egy nagyon fontos feladat. És az ifjúsági szervezetnek, a Krisznek ebben van igen sok munkája. És ezt a munkát is, testvéreim, a családokért. Azért, hogy az apák ne szégyeljék a fiaikat, meg a leányaikat, teszik ők. Nagyon sokszor úgy tűnik, mintha csak zenélnének, de van az énekben, ha ott az üzenet, akkor a fiatal odafordul Isten felé. Talán ott tartja, és nem engedi elveszni és elesni. Ugye a középkorú emberek irányában, ha a gyülekezeti szolgálatainkat nézzük meg, akkor mennyi meghívó ment ki? Evangelizációs hét. Mert az igének van megtartó ereje. Az ige tartja össze a családot. A hitben megélt anyaság és apaság, férj és feleség küldetés tudat az, ami áldás egy nemzet számára. Ez mind a családokért is van. Talán nem is volt olyan gyülekezet, ahol ne hirdetett volna direkt napról napra, estéről estére az evangélium, úgymond evangelizációs hét keretében, mert fontosnak tartjuk. És nagyon fontos az, hogy észrevegyük azokat, akik elestek. Akik észrevétlenül egyszer csak azt látták, hogy tántorognak és tévelyegnek. És a csongori szenvedélybetegeket mentő missziónak igen nagy hatása van, testvéreim, arra, hogy a családok újra békében élhessenek. Mert azok az emberek, akik ott szabadulnak megkötözöttségeikből, azok újra képesek családból élni.
visszakapják a gyerekek az apákat, az édesanyákat. És nem csak száraz alkoholistát kapnak vissza, hanem hívő édesanyát, meg hívő édesapát. És ez a lényeg. Mert ideig, óráig letenni valami, talán máshol is, meg másképp is lehet. De hittel tekinteni a jövőbe. Hálás szívvel Jézus iránt, aki megváltott a Golgota keresztjén, csak úgy lehet, hogyha az ember hisz az evangéliumnak. És a csonkori szenvedély betegeket mentő misszió is a családokért. Igen, a feleségekért, a férjekért, a gyermekekért, meg a nagyszülőkért is tesz akkor, amikor vállalja az odaérkezőket. Sokszor alig emberi formában, de mégis Isten gyermekét látva benne. És az utolsó pont, amit még szeretnék említeni, az az időskor. Én hálás vagyok azokért, az otthonokért, ahol magukra maradt idős emberek otthonra találnak, a főgondnok úr gondozásában lévő idősek otthonában, és a nagydobronyi gyülekezet területén működő idősek otthonáért is hálás vagyok. És hálás vagyok azokért, a diakónii csoportokért, az egyházközségekben, akik látogatják az időseket és segítik őket. És ennek a munkának erősítésére létrehozta a Kárpátai Református Egyház külföldi segítséggel a házi beteggondozó szolgálatot. És az elmúlt esztendőben a házi beteggondozó szolgálat munkatársai igyekezetének, Isten segítségének köszönve lehetett gyarapodni. Több helyszínen működik már az otthoni beteggondozó szolgálat. Több mint 250 otthon ellátott betege van ennek a szolgálatnak. Amiért itt is kérem a közgyűlést, hogy hozzon áldozatot, imádkozom ezért a munkáért. Mert az elvándorlás árnyékában hátrahagyott, magányos édesanyák, édesapák, nagyszülők vannak. Sokszor fűtetlen házban. Én nem olyan rég hétfőn az elmúlt, ennek a hétnek hétfőjén mentem el édesanyámhoz, és csak a macska nyomgott befele a hóban. És rosszul esett. Rosszul esett. És arra gondoltam, hogy vajon hány édesanyának, meg édesapának, meg nagyapának a házám előtt 3-4 napig csak a macska nyomban a hóban. Ezért kérem, hogy a családok legyenek szem előtt. A családok szolgálata számunkra legyen ilyen formában fontos, hogy mi Isten szolgáljuk akkor, amikor az árvát, az elhagyottat, a magányost, a beteget nem hagyjuk ott. Nem megyünk el mellettük. És én hálás vagyok azért, ami mindenható Istenünknek, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, hogy a mi egyházunk nem egy csillogó, villogó, ceremóniákra fókuszáló közösség, hanem anyaszent egyház. Ahol van befogadás, ahol van megértés, ahol ha kell, akkor van áldozathozatal. És ahol van imádság.